Ez itt a Képtár, köszöntöm nézőinket! A Balaton minden évszakban így ősszel is kínál látnivalót, Balatonföldvár számos érdekességet tartogat a látogatóknak, ilyen például a település első utcája, benne a 19. század végén, 20. század elején épült arisztokrata villákkal. Balatonföldvárt eredetileg Földvár pusztának nevezték, és hajdanán a Széchenyiek birtoka volt. A grófi család a 19. század második felében kezdte felismerni a területben és a Balaton közelségében rejlő lehetőségeket. Az 1870-es években már Korányi Frigyes, akinek szintén nyaralója van itt Földváron volt, pulmonológus volt, és hát ő volt az orvosa a Széchenyi családnak, és ő volt az egyik szorgalmazója, és ő, aki sokszor mondta a Széchenyieknek, hogy hát érdemes lenne Földvárt fölkarolni. Közben természetesen elkezdődött a déli vasútnak is az építése, és hát ezek a szerencsés egybeesések, és a Széchenyiek vállalkozó szelleme hozta meg ezt a szép eredményt. Ez a szép eredmény pedig az, hogy 1896. júniusában megnyílhatott az a fürdőtelep, ami aztán híresítette Balatonföld, és ami a két háború közti időszakban olyannyira felfejlődött, hogy Balatonföldvárt a Balaton királynőjének nevezték. Miért ez az elnevezés? Ugye nagyon érdekes volt a kialakítása Balatonföldvárnak, egyenes vonalvezetés utcákat tervezett Spúr István uradalmi mérnök, és volt egy kertész és Sirhán József, aki pedig egy csodálatos parkot álmodott meg Balatonföldvárra, tehát már a természeti közeg is nagyon szép volt, és mellette pedig tudatosan elkezdték a csatornázást, a vízkészletnek a kiépítését, posta, táviróhivatal épült, megépült 1905-ben az a szép kikötő, ami hát napjainkban is látható, és 1905-ben meg is kapta a gyógyfürdői rangot Balatonföldvár, ami egy nagyon neves rang volt, és az 1910-es évekre Balatonföldvárt az egyik legnevesebb balatoni üdülőhelyként írják már le a különböző útleírások. Balatonfüred vagy éppen Keszthely népszerűségéhez hamar felzárkózott Balatonföldvár, amely gyorsan kedvelt úticéllá vált az arisztokraták vagy éppen a művészek körében. Természetesen a legnagyobb vezető helyek voltak, és már Siófok is kezdett felzárkózni. Nagyon nehéz volt egyébként az évszázados történelmi hagyományokkal rendelkező Keszthely vagy Balatonfüred fölé kerülni, mert természetesen azért itt egyfajta verseny is volt az egyes fürdőhelyek között, és hát Balatonfürednek ott van a gyógyvíz, mint erőforrás, Keszthelynek a festetics hagyaték, és Balatonföldvár szinte pár év alatt felzárkózott, de hangsúlyozom, hogy a Széchenyieknek ez a tudatos építkezése, hogy energiát, pénzt, időt nem sajnáltak, és természetesen volt egy civil háttér, egy civil összefogás, ahogy említettem, az uradalmi mérnök, az orvos, a gazdatiszt, a többi arisztokrata támogatása, és a korabeli sajtónak is, hát nagyon jó visszhangja volt Balatonföldvárnak a korabeli sajtóban. A Széchenyi család neve összefort Balatonföldvár modern kori történetével, és 19. század végi, 20. század elejé fellendülésével. Emléküket hűen őrzik a városban, így az egykori villájuk a Kulipintyó falán is olvasható egy memoár. Ugye Széchenyi Viktor és Imre alapította Balatonföldvárt, de külön megemlékeznek itt a Kulipintyónál Széchenyi Zsigmondról. Miért? Igen, Széchenyi Zsigmond Széchenyi Viktor fia volt, és hát itt töltötte ugye a nyarakat, de a Kőröshegy, közeli Kőröshegyen volt a családnak a bázisa, az a kastély, ahol Széchenyi Zsigmond is az 1920-as években élt, és onnan tervezte meg azokat a híres afrikai expedíciókat, vadászatokat, amelyek aztán őt
korszakban nagyon nevessé tették, később a család megvált ettől a kastélytól, és aztán államosították a kastélyt, és hát ebbek 30 adjára került. Széchenyi Zsigmond pedig hát 1945 után a Keszthelyi Helikon könyvtárnak lett a könyvtárosa. Tulajdonképpen ugye, mint arisztokrata származású, egy ilyen kicsit mostoha sorsa jutott, de még a 60-as években aztán végül afrikai expedícióra indulhatott, és hát elég hosszú élete volt, és így tudta lezárni az életét. Párizs egyik leghíresebb negyedébe, Montmartre-ba repítették a pécsi közönséget a Pécsi Nemzeti Színházban. Bemutatták ugyanis a Montmartre-i Ibolya című operettet. A Főpróbán stábunk a főszereplőkkel beszélgetett az előadásról. Montmartre városnegyed Párizs bohémjainak adott otthont és kanyargós utcáival, lépcsőivel ma is a turisták egyik kedvenc része. Aki pénteken ellátogatott a Pécsi Nemzeti Színházba, könnyen érezhette a párizsi hangulatot, hiszen bemutatták a Montmartre Ibolya című három felvonásos operettet. Stábunk a főpróbán járt, ahol a főszereplőkkel beszélt az előadásról, valamint szerepeikről. Azért gömbölyded nekem ez az egész dolog, és azért örülök ennek az egész előadásnak, és azért vagyok kicsit fel is villanyozva, mert a Méhes Laci rendezőbarátommal azt szoktam meg, itt amikor ide kerültem az színházban 2000 környékén, akkor még egy olyan szinten volt az operettjátszás, én is akkor kisebb-nagyobb szerepeket már játszottam benne, hogy ilyen daltól dalig evickélt el a dolog, és akkor túl kellett élni. Egyébként a köztes időben a próza meg kimerült abban, hogy két bajszos, ragaszott bajszos ember, Tassilo és Arisztida arról beszélt, hogyan döglődik a monarchia, és akkor gyorsan végig kellett menni az egészet. Tehát ilyen melodramatikus, poros valami volt, és ebben most jó pár évvel a Lacival tök sok új élet került. Tehát, hogy így értelmet kapott ez a már-már halottnak hit műfaj ezáltal, és most annak szurkolok, és annak örülök, és ezt akartam mindenképpen diffundálni felétek, meg a nézők felé, hogy ez most nagyon izgi lesz, ez most nagyon betalált, tehát értelmet nyert, tehát a közhelyeken túl élet, szerelem, halál, itt azért ez egy új fényt kap, ez egy új levegőt kap, és ennek én ezt most nagyon-nagyon örülök. A szerepem az meg annak valami olyasminek a folytatása, azt találtam ki pár éve, hogyha megtaláltak ezek, mint az igazi nagy hollywoodi sztárok, ugye játszanak mindig az akcentusokkal. Én itt a magam vidáman vidéken módján, én azt találtam ki, hogyha megtalálnak ilyen egyszerűbb szerepek, vagy külföldi szerepek, akkor igyekszem fölzárni nyelvileg mögé. Ez a Signor Spaghetti nevű figura, ez egy ilyen jótét lélek, félig bírósági végrehajtó, tehát egy ilyen szigor képviselője, mindeközben persze egy ilyen műpapává, egy ilyen őrangyallá nővi ki magát a darab folyamán, és hát hogy igyekeztem a heveny már több mint 20 pár éves olasz tudás alatt még gimnáziumban ebbe így belemasszírozni. A három főhős az író, a festő és a zeneszerző, hol a világhírnévről, hol a másnapi reggeliről álmodozva élik mindennapi bohém életüket egy padlástérben. Én Raoult játszom, aki egy festő, és hárman együtt élünk, egy zeneszerzővel és egy íróval. Azért izgalmas ez szerintem, mert alapvetően van az egésznek egy hangulata, hogy egy füstös padlásszobában él három művész, és pont egy nagyon erős párhuzam az, hogy mi hárman ugyanolyan pályakezdő művészek vagyunk, és ezért nagyon szeretjük is csinálni, és nagyon szeretünk együtt dolgozni. Nincs hitelünk már a boltosnál, így sem látni a boltosnál, mégis vígan éljük az életünk. Manapság van egy kép az operettekről, egy általános kép, ami szerintem nem helytálló, mert attól függetlenül, hogy zene is van a próza mellett, attól ugyanolyan aktuális műfaj az operett, sőt azt gondolom, hogy még aktuálisabb is, mert ez csak annyiban változik meg, hogy egy másfajta kifejezés módja az érzelmeinknek, a gondolatainknak. Ezt kell jól megtalálni, hogy mi történik abban a pillanatban, amikor már nem tudom elmondani szóval, hanem el kell énekelnem. És nagyon fontos, hogy ez a kifejezés, ez pontos legyen, hogy pontos legyen a gondolat mögötte, mert hogyha ez csak el van énekelve, akkor tényleg csak egy éneklés lesz, egy kis táncdal. A Montmartre Ibolyában is a szerelem és a szenvedély a történet mozgató rugója.
Én vagyok Violetta, a mostohanyámmal élek, az utcán koldulok neki, vagy magunknak, és hát elég szomorú sorsú lány vagyok, de ami boldogság van az életemben, az a szerelem, és talán ez elfeletteti ezt az egész nyomort, amiben élünk. Szerelmes vagyok Raulba, aki együtt él még két fiatal művésszel, és hát előbb-utóbb csatlakozok hozzájuk. Mennyire tudtál azonosulni a te karaktereddel? Tudtam vele azonosulni, mert olyan érzéseket, érzelmeket kell végigvinni, ami nagyon emberi és valami elemi ösztön, a szerelem. Mert tulajdonképpen Violettát ez hajtja végig az előadáson. A három felvonásos operettet októberben és novemberben is megnézhetik az érdeklődők. Egy vadi új előadást láthatott a közönség a színházban, a Mecseki Tigris, avagy Amit akartok című darab természetesen nem egy mecsekben élő tigrisről szól, a megíratlan drámáról a rendező mesélt nekünk. Kíváncsi, milyen belecsöppenni egy író fejébe? Fábián Péternek és Benkó Bencének köszönhetően a Mecseki Tigris, vagy Amit akartok című előadás által az egész közönség egy író agyába láthat bele. A Mecseki Tigrissel kapcsolatban nem spoilereznék, hogy ez mennyiben szerepel az előadásban, meg mennyiben nem. Valójában ez a darab, annyit mondhatok, hogy egy drámaíró agyába játszódik, ez olvasható is a színlapon, és a fő témája igazából kicsit a cenzúra és az öncenzúra kérdése. Főleg egyébként az öncenzúráé, úgyhogy ezt próbáljuk körüljárni benne. Lehet, hogy nem teljesen a Mecseki Tigrissel foglalkozunk, de megjelenik. A színészek több színházból érkeztek, mondhatni vegyesen vannak az előadásban. Úgy vagyunk több színházból, hogy mi a K2 színháztól jöttünk, én két színészt hoztam magammal, illetve hát az egyetemisták, de hát ők is pécsiek. De én azt láttam valahogy így már az olvasó próba volt, egy nagyon jó kis csapat alakult ki. Tehát, hogy elkezdte őket is érdekelni ez az egész téma, meg ennek a humora, meg a játékossága. Úgyhogy én csak örültem neki. Tehát nem volt egyetlen egy ilyen súrlódásunk sem. Azt hiszem, hogy elég jól megértik egymást. Ha meg nem, akkor meg egy nagyon jó vérfrissítés nekünk is, meg nekik is. Miért érdemes megnézni ezt a Mecseki Tigrist? Hát ez mindig egy nehéz kérdés. Én azt mondom, hogy szerintem az a téma, amit boncolgatunk benne, amit mondtam, ez az öncenzúra dolog, szerintem egy általánosan nagyon fontos kérdés, szerintem bármikor, bármelyik történelmi pillanatban, amiről talán érdemes beszélni. Főleg, hogy ez egy olyan dolog, amit az ember nem is feltétlenül vesz észre magán, tehát hogy nem egy olyan dolog, ami azt hiszem, hogy nem egy túl kibeszélt dolog. Hogyha már ezzel kapcsolatban esetleg vannak gondolataik a nézőknek, akkor szerintem elértünk mindent, amit lehet. Úgyhogy ezért talán. Amúgy meg persze egy ilyen, talán egy ilyen humoros kavalkád, tehát hogy nem egy komoly, ilyen értelme nem egy túl komoly és sírós darabról van szó természetesen, úgyhogy remélem, hogy jó szórakozás is lehet, amellett, hogy talán érvényes kérdéseket fel tudunk tenni a nézőknek. Milyen volt a próba folyamatotok? Hát fogalmazunk, hogy izgalmas, mert hiszen egy olyan darabról van szó, ami ugye szinte frissiben íródott, mert az olvasópróba még nem volt második felvonásunk. És közben megszületni, kicsit mi is megszülve ezeket a dolgokat, nagyon érdekes volt, nagyon munkás volt, nagyon melos volt, de szerintem élveztem mindenkit szeretni. Neked mi most itt a szerepedetben a Mecseki Tigrisben?
én ebben nagyon érdekes karakter vagyok. Én vagyok Omlett, a lágy királyfi, Hamlet, a dán királyfi után szabadon, aki nem egy koponyával, hanem egy tojással versel, hogy enni vagy nem enni. Ez itt a kérdés. Mennyire tudsz azonosulni ezzel a szereppel? Hát így egy erős diéta előtt nagyon mélységesen, zsigerből. Nem, ez borzasztó érdekes feladat, hiszen arról szól maga a történet, hogy egy írónak az agyában vagyunk. És ezek a kitalált, meg nem írt, meg nem született karakterek, ez ugye mindannyiunk felében ott vannak. A hétköznapokban ugyanúgy elgondolkodsz, hogy látsz egy irritáló alakot az utcán, hogy mi lenne akkor, ha szájba vágnám. De nem vágom. Mi lenne, oda mennék és adnék egy puszit, vagy megölelnék. De persze, ahogy nem vágom szájba, úgy nem ölelem meg, de a gondolattal eljátszok, hogy... És ezek a karakterek, ezek az ötletek, ezek mindannyiunkban ott vannak, ott fészkelnek, ott duruzsolnak. Borzasztó izgalmas dolog. Imádkozunk ti hozzátok, hogy az ötlet szereppé üdvözüljék, kurázsi jutalma bőjök mi legyen, világ. Szilikon, műgyanta és pigment. Mindössze ebből a három összetevőből készítette a román származású Virgilius Moldován szobrait. A művész alkotásait most Pécsett is láthatja a nagyközönség. A meghökkentő kiállítás december 2-ig az M21 galériában tekinthető meg 18 éven felülieknek. Menekültek nyomorúsága és kétségbeesése, kitépett gyökerek, elveszett identitások erőszakos kisülései. Ez Virgilius Moldován Ars Poetikája. A román származású szobrászművész alkotásait most a pécsi M21 galériában láthatja a közönség. Egy nagyon különleges projekt Virgilius Moldován Leplezetlen Történtek című kiállítása. Hát egy nagyon komoly előkészítő munka előzte ezt meg természetesen. A kiállítás megrendezéséhez ugyanakkor jelentős segítséget nyújtott, hogy ez a tárgy kollekció, ez Magyarországon nem csak itt Pécsett, hanem Szegeden a Reül Palotában is bemutatásra került. Úgyhogy ez az anyag nyáron, illetve ennek az anyagnak egy része nyáron Szegeden már látható volt. Tehát tulajdonképpen így a logisztika, a szállítás az viszonylag egy egyszerűbb, kevésbé költségigényes művelet volt a részünkre. Természetesen a dolognak ez a logisztikai része, a szakmai része az megint egy más kérdés. Az alapidea, hogy Virgilius Moldován munkáit itt Pécsett az M21-es galériában bemutassuk, az Lengyel Péter ideája volt, ő a galéria mellett működő művészeti tanács tagja, és mint szobrászművész ugye elkötelezett a fontos kortárs szobrászati teljesítmények mellett, és hát egyértelmű, hogy Virgilius Moldován szobrászati teljesítménye az európai mércével mérhető, nagyon fontos, releváns része a kortárs európai szobrászatnak. A művész már fiatal korában is alkotott, ám ezek a szobrok az akkori ideálnak teljes ellentétei. Nagyon érdekes, hogy Virgilius Moldován egy Sztálin nevű faluban nőtt fel Romániában, Sztálin nevű városban, és hát az egyik meghatározó művészeti élménye gyermekkorában, fiatal felnőttként vagy tinédzserként a szocialista realizmus, ugye, amelyik arról szólt, hogy hát realista módon kell a valóságot ábrázolni, tényleg olyan fontos figurákat kell felmutatni, akik az akkori kor szempontjából ugye pozitívak, fontos emberek voltak, és hát ugye ez nyilván sokunkban, mert én is nagyjából annyi idős vagyok, mint Virgilius Moldován, egy ilyen bekattanást okoztak, tehát az ember arra gondolt, hogy hát az igazság az valószínű annak, amit itt látunk ezeken a képeken, pont az ellenkezője. Nos, hát azt lehet mondani, hogy ha mondjuk egy ilyen azon túl, hogy nyilván Virgilius Moldován ezekben a szobrokban az élet eseménye iránti reflexióit fogalmazta meg, én majdnem biztos vagyok benne, hogy a tudatalattiában
van egy ilyen Dafke attitűd is, hogy hát a világ az nem olyan, amit az 50-es, 60-as években mutattak meg, hanem a világ az ilyen, amit itt látunk a tárlaton. Ugye nem csak deltás, kigyúrt testű héroszok vannak ebben a világban, hanem bizony elesett, nem igazán szép emberek, sőt egyenesen csúnyák. Úgyhogy valami ilyesmi motoszkálhatott a művész fejében. Szilikon, műgyanta és színezéknek egy kis pigment. Mindössze ebből a három összetevőből készültek el ezek a hatalmas alkotások, de ezen szobrok mellett néhány bronzmű is helyet kapott. Ugye mindegyik egy más történet, egy más sztori, egy más ember, egy más figura. Ugyanakkor a szobrok megjelenése az azért hasonlít, tehát ugye monumentális méretűek, a felületük nagyon-nagyon naturális, tehát hogyha nem megérinteni őket, akkor szinte megborsozna hátra, mert olyan érzése van, mintha a valóságos emberi testhez érne, testet érintene meg. Bár a kiállítási darabok egy része könnyen befogadható, a tárlat 18 éven felülieknek ajánlott. Maguk a művek nagyon könnyen befogadhatók, hisz teljesen egyértelmű, hogy mi az üzenetük, mi a tematikájuk, tehát ezek hipernaturalista szobrok, nem nehéz őket megérteni. Talán nyilván van egy csomó olyan tárgy, amelyiknek nincs olyan konnotációja, ami miatt ugye a 18-as karika indokolt, tehát ezeket nyilván a gyerekek is be tudnák fogadni. Ugyanakkor egy biztos, hogy ezek a szobrok nem törekszenek arra, hogy a szó mondjuk egyszerű értelmében szépek legyenek, tehát mindegyiknek van egy drámai üzenete, ugye megfogalmazásuk elég bizarr, elég szokatlan, úgyhogy hát hogyha rámenne bízva, hogy kisgyerekeket próbáljak rászoktatni a kortárs szobrászatra, akkor valószínűleg Virgilius Moldovánnal kezdeném ezt a folyamatot. Virgilius Moldován alkotásait december 2-áig láthatja a közönség a Zsolnai negyed M21 galériájában. A képtárat látták, köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!